ebéd előtti utolsó előadás következik. Igyekeztem megbeszélni az előadóval, hogy legyen rövidebb, de azt mondta, hogy muszáj elmondani az egészet. A téma, amiről szó lesz, az a storytelling és a storytelling használata a bizalomépítés érdekében, és én fogok erről beszélni. Működik? Ez az. Arra gondoltam, hogy elmesélem nektek, mielőtt belekezdek, a életem egyik legkínosabb élményét. Még RTL-es műsorvezető koromban történt, hogy jött a hír arról, hogy egy németországi fontos vezető látogatja meg a televíziótársaságot. És minden műsorvezetőnek fel kell menni bemutatkozni, mert a programigazgatóval együtt mindenkit szeretnének látni, hogy hogy viselkedik, hogy muzsikál, hogy teljesít. Eljött a nap, jött a telefonhívás a programigazgató titkárnőjétől, fölmentem a felső emeletre, jelezte a titkárnő, hogy mehetsz, bekopogtam az ajtón és benyitottam. És abban a pillanatban, ahogy benyitottam, levertem egy vázát, vagy legalábbis annak tűnt, egy nagy kínai vázát. És egy apró darabokra tört az orrom előtt a földön. Nyilván az ember ilyenkor odanéz, lenéztem, fölnéztem, és akkor két dolgot láttam egyszerre. Az egyik, hogy ki voltak rakva képek arról, hogy ez a fontos német vezető, ez ki mindenkivel találkozott a világon, nagyon fontos emberekkel rázott éppen kezet. Illetve ott ült velem szemben a programigazgatóm is ez a férfi, és dermedt tekintettel néztek rám. Nem szóltak semmit. Mit csinálja kínomba? Mondtam, hogy akkor próbálom összerakni. És akkor letérdeltem, és próbáltam ezeket a darabkákat összeilleszteni, és ebben a pillanatban a programigazgató úr szólásra nyitotta a száját. De hogy mit mondott, azt majd csak a végén fogom elmesélni, hogyha nem haragszotok. Mert hogy most nem az volt a cél, hogy feltétlenül megosszam veletek ezt a történetet, hanem az volt a cél, hogy valamit kiváltsak bennetek. Szoktuk azt hinni, hogy a történetek azok a szívünkre hatnak, de a történetek valójában az agyunkra hatnak. Ha most megmérnénk a különböző hormonok szintjét a szervezetetekben, attól, amit elmeséltem, garantálhatóan a dopamin szintje megemelkedett a szervezetetekben. Akkor történik ez, hogyha valami olyasmit hall az ember, amiben van valami kis feszültség, izgalom, és a sorozatok is erre építenek, mert amikor cliffhanger van a végén, azaz hoppá, befejeződik anélkül, hogy kiderült volna róla valami, akkor ugyanez a hormon szabadul el a szervezetünkben. És nem csak ez a hormon, hanem a történetmesélés mást is ki tud váltani. Például ki tudja váltani, ha vicceset mesélek, akkor az endorfin termelését, hogyha egy kicsit meghatóbbat, akkor az oxitocinet. És ezt az oxitocint, ezt ide raktam egy képen is, hogy lássátok ezt a bizonyítást. Nem véletlenül, mert hogy ezt hívják egyrészt a szerelem hormonjának, másrészt a bizalom hormonjának is. Hogyha ez elszabadul az ember szervezetében, hogyha nagyobb mennyiségben van jelen, akkor sokkal bizalmi módon kezdünk el viselkedni másokkal. Ez azt jelenti, több kutatás is igazolta, hogy például hajlamosak vagyunk adakozni bőkezűen, ha ennek a hormonnak a szintje magas. Azért ebben már van veszély. A történetmesélés ezért működik. Ez biológia. És ezt az emberiség nagyon régen tudja. Ha hihetünk a tudósoknak, akkor kb. 70 ezer évvel ezelőtt már meséltünk történetet. Akkor azért tettük ezt, hogy a Homo sapiens legyőzhesse a Neandervölgyit. Állítólag ez segített. Mert azok csak kis csoportokba tudtak együttműködni, a Homo sapiens viszont képes volt arra, hogy a történetek segítségével olyanok együttműködését állítsa elő, akik nem is ismerték egymást, így aztán sokkal nagyobb létszámban kezdtek együttműködni, és legyőzték a náluk egyébként sokkal erősebb Neandervölgyit. Régóta tudjuk, régóta csináljuk, ami megváltozott mára, az bizonyosan nem kell mondanom, a csatornáknak a lehetősége. Elképesztő sokféle képen, sokféle színnel tudjuk az érzelmek legdurvább módját felkelteni az emberekben különböző történetek segítségével. Sok esetben lehet azt mondani, hogy gátlástalanul használjuk őket. Adott esetben lehet vele elnökválasztást is nyerni. Ízlés dolga szeretni Donald Trumpot vagy nem. De hogy ennek az eszköznek a használatával lett elnök, az biztos, akik őt szerették, azoknak mondta, és azt mondta, amit azok hallani akartak. Hogyha ezt ki akarjuk fejezni egy ábrán, meg tudjuk csinálni az MIT tudósainak segítségével, meg tudjuk mutatni, hogy mennyire voltak Donald Trump törzszavazói kíváncsiak bármi másra azon kívül, amit nekik mondtak, vagy mennyire voltak Hillary Clinton követői kíváncsiak bármi másra, amit nekik mondtak, és jól látható, hogy milyennek a veszélye. Ez reméljük nem maga az elnök.
pirossal jelöli az ábra azokat, akik a Twitteren Donald Trumpot követték a választás idején, törzs szavazók. Kékkel jelöli az ábra azokat, akik Hillary Clinton, szürkével, akik senkit, lilával, akik mindkettőt. Ki lehet olvasni az ábrából azt, hogy Donald Trump követői információs buborékban éltek és élnek. Semmi más nem érdekli őket, csak az, amit nekik mondanak azokon a csatornákon, amiket ők figyelnek. Még mindig mondhatjátok, hogy na is. Ha nem lenne, szinte teljesen egyértelmű, hogy többek között emiatt is a bizalom globális szintje ma a világon talán minden eddiginél alacsonyabb. És ez már nem csak a politikát, hanem minden más intézményt és intézményrendszert érint, és nem csak Amerikában, hanem sok mindenhol máshol. Ha vettek egy pillantást az Edelman nevű cég globális trust barométerére, bizalomindexére, akkor azt lehet rajta látni, hogy a legtöbb szektorban csökkent tavaly előttről tavalyig is a bizalom szintje. Benne is van a címben az állítás. 15-ből 10 szektorban csökkent a bizalom szintje. Egy évvel korábban arra jutottak, hogy globálisan 30%-kal esett. De nem kell messzire menni. Tegnap publikált a Café csoport és a Pulzus nevű véleménykutató cég közösen egy kutatást itt Magyarországon, ami pontosan a magyar bizalomindexet igyekezett megmérni, és hát eléggé megrendítő eredményekkel zárult. Csak kettő dolgot idézek, a média irányába 12% az embereknek a bizalma, és a vállalatoké is 50%-nál alacsonyabb. Úgy képzelem, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy ez nekünk nem jó. Nem jó, mert mindannyian, akik itt vagyunk ebben a teremben, azon igyekszünk, hogy a cégünk, a szervezetünk felé bizalmat építsünk ki azokban, akikkel dolgozunk, azokkal, akiknek szolgáltatunk, de most ebben a relációban a munkavállalóinkkal. És ez ebben a környezetben egyre nehezebb. Két állításunk van, az egyik az, hogy a storytelling nagyon jól működik, a másik pedig az, hogy a bizalom szintje, ha tetszik, akkor mély repülésben van. Az én feltételezésem viszont az, hogy ha a történetmesélést megfelelően használjuk, akkor azt lehet a bizalom építésére is használni. Lehet a bizalom építésére is használni szervezeti és egyéni szinten egyaránt. És arra teszek most kísérletek, hogy néhány példát erről elmondjak nektek, hogy mi miket tapasztaltunk ezzel kapcsolatban. Miért fontosak a történetek nektek, mindazon túl, amit elmondtam? Hát azért, mert azok az emberek, akiket munkavállalóként szeretnénk megtalálni, egyre inkább szeretnének egy nagy történet részévé válni. Biztos benne van a pakliban az, hogy azért, ahogy nő fel ez a generáció, egyre inkább olyanokkal találkozunk, akik ebben szocializálódtak, akiknek egyre fontosabb, hogy magukról megosszanak és mások történetét figyeljék. Nem mindegy, hogy mit mesélünk nekik. És azt kell nektek mondjam, hogy a legfontosabb talán, hogy először nem meséljünk nekik történetet. Mert hogyha a legszexibbe beleugrunk, akkor jó eséllyel belekerülünk egy csapdába. Kezdjük néhány ilyen csapdával. Ilyen például a nettó hazugság csapdája. Mutatok nektek egy fiatal hölgyet. Lehet, hogy sokan, ha nem is az arcáról, de a nevéről, vagy a cégének a nevéről fogjátok tudni a történetét. Elizabeth Holmesnak hívják. Ránéztek az ábrára, a jobb oldali képen látszik is, hogy az új, a következő Steve Jobsnak nevezte például az Inc. magazin. Ez egy véleményformáló, megbízható újság. Elizabeth Holmes azt állította, egy fantasztikus történetet mesélte, amit mindenki nagyon szeretett volna hallani, hogy forradalmasítani lehet a diagnosztikát, az orvosi diagnosztikát a világon, és semmi másra nem lesz szükség, mint bemegyünk egy közérbe, megveszünk egy kis készletet, megszúrjuk az ujjunkat, párcsát vérből a legtöbb krónikus betegség kimutatható lesz. Mindenki elhitte neki. 2013-ban a cége a Theranos 10 milliárd dollárt ért. Nem csak azt a generációt tudta ezzel megfogni, akikről az imént beszéltem, az igazgató tanácsban ott ült Henry Kissinger is. A cég másfél hónappal ezelőtt végleg bezárt. Ugyanis amit mondott, az nem volt igaz. Minden egyes ilyen történet tovább erodálja a bizalmat. És ha ebben nem is kerülünk, vagy nem is csöppenünk bele, valami másba igen. Hiszen lehet, hogy Elizabeth Holmes is csak, nem akart ő hazudni, csak a vágyait vetítette ki. Milyen gyakran fordul elő az, hogy a vágyainkat vetítjük ki akkor, amikor valakinek valamit szeretnénk mondani a saját szervezetünkről. Milyen jónak tűnne azt mondani, hogy mi egy innovatív cég vagyunk. Csak aztán, amikor megérkezik a munkavállaló és egy barátságos telefonos ügyfélszolgálaton találja magát, akkor lehet, hogy csalódottságot fog érezni.
Nem olyan régen Karácsony Zoltán egy blogbejegyzésében úgy fogalmazta ezt meg, elnézést kérek, túl sok a púder, kedves HR-esek. Szeretjük megmutatni a legszebb tárgyalót a kampányfotón, aztán amikor megérkezik az új munkatárs, akkor belecsöppen egy nagy hangárban, mert nem túl sok fény van, és azt fogja megjönni, hogy ez nem az, amit nekem ígértek. És van egy harmadik csapda is, talán fogalmazhatok úgy, hogy a sablonos gondolkodás. Amikor azt hisszük, hogy a mi fejünkben lévő egyébként igaz cég a szervezetünkről, az jellemző is a szervezetre, hát ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. És hogyha arra építjük, és utána valami mással szembesül, akkor ismét csalódott lesz. Szóval mit csináljunk? A mi javaslatunk az, hogy először ne meséljünk történeteket. Először építsünk munkáltatói márkát úgy, hogy az igaz legyen, jellemző legyen, és utána hitelesen meséljük el. Ehhez több mindenre szükség van, és ebből a szempontból nincsen feltétlenül könnyű dolgunk. Mert szükségünk van arra, hogy ezt az egész gondolkodásmódot a stratégia a nagyobb kép részévé tegyük, és nem mindig sikerül elérni, hogy az üzlet és a HR azt ebben együtt meg tudja oldani. Mutatnék egy ilyen távolabbról a dologra ránéző diát, nem kell, hogy az egészet végignézzük és végig megbeszéljük, de mi valahogy ezt így képzeljük. Úgy képzeljük, hogy a stratégiából kell fakadni, amit baloldalt láttok a pozícionálásnak, arra, amit gondolunk, amit azt szeretnénk, hogy gondoljanak rólunk. És ha a középső nyilat nézitek, akkor erre vezet egy módszeres út. Van egy branding tevékenység, egyre bővülő eszköztárral, abból lesz egy image, amit aztán látni fog a potenciális munkavállaló rólunk. És aztán ez visszaad a kultúrára azzal, hogy ő bekerül a szervezetbe, és a kultúra a brandingre oda-vissza. Ez van valóságban, és nyilván hozzá kell nézni néha a pozícionálásunkat a stratégiához is, hogy vajon jó úton járunk-e. Ez nem egy instant megoldás, ez hosszú távú és elkötelezettséget igénylő. De ha ez megvan, akkor hogyan találjuk meg? Hogyan találjuk meg azt az igazi és jellemző erősséget, amire már lehet hitelesen történetet építeni? Egyetlen egy lehetőségünk van, ássunk mélyre. És gyakorlatilag minden eszköz a kezünkben van ehhez, csak el kell szállni magunkat rá. Megmutatom. Ebből a négy eszközből három gyakorlatilag mindenkinek ismert, és évtizedekkel ezelőtt is ismert volt. Workshopokat tartani, fókuszcsoportos felmérést csinálni, interjúkat végezni, ezt mindenki tud, és azt is, hogy felméri a piacot és azoknak a potenciális munkavállalóknak az igényeit, akiket szeretnénk bevonzani. Csak meg kell csinálni akkurátusan és megbízhatóan. A digitális elemzések már más lehetőséget tartogatnak számunkra, mert lehetővé teszik, hogy úgy kérdezzük meg a munkavállalókat arról, hogy ők mit élnek meg, még akkor is, ha az is csak egy interpretáció lesz a nap végén, hogy abban mindannyian részt tudnak venni. Nem tudom, hányszor töltögettetek ki a munkavállalóitokkal különböző felméréseket, és nem biztos, hogy elhiszitek, amit mondok, de az emberek nem szívesen töltögetik ezeket ki. Nehéz őket rávenni, vagy ha ki is töltik, nem is biztos, hogy igazán komolyan veszik. Hát miért ne használjunk egy olyan eszközt, amit élveznek is? Miért ne tegyük lehetővé számukra, hogy egy digitális platformon mondják el a véleményüket, hogy miért szeretnének ott dolgozni? Miért ne tegyük lehetővé számukra, hogy lássák egymás anonim véleményét, azt értékeljék is, és hozzáfűztessék a sajátjukat? Mert ha ezt megtesszük, és ezeket mind egybenézzük, akkor a végén ki fog alakulni az a kép, az az erősség, ami tényleg létező erősség abban a szervezetben. Elég jól be lehet határolni millió egy felmérés kapcsán, hogy mi az, amire a magyar munkavállaló vágyik, mire van szüksége. Egészen a fizetési igényétől a munka-magánélet egyensúlyáig. Van maximum 8-10, be lehet határolni. És amelyikben erősség van, na arra már lehet építeni. Van egy ügyfelünk, akinél az derült ki ebben a vizsgálódásban, hogy a munka és a magánélet egyensúlya az ott dolgozó emberek szerint igenis benne van a szervezet gényeiben, fontos neki és tudnak is élni ennek eszközeivel. A családbarátság egy olyan szempont volt, amit mindenképpen szerettek volna is megmutatni magukról, és egy létező elem is az életükben. Mutatni fogok egy kampányból két fotót, mert hogy a történeteket fotókon keresztül is el tudjuk mondani természetesen, és ennek a két fotónak lesz egy külön érdekessége is, azt majd mindjárt elmesélem. A két felnőtt, akit láttok a két plakáton, ők a cég dolgozói egyébként, vállalták, hogy ebben a kampányban részt vesznek. Amikor ránéztem erre a két fotóra, amikor először megmutatták a kollégáim, akkor nekem az volt a véleményem, hogy az egyik az egy jó fotó, a másik meg egy szenzációsan jó fotó. Lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy beállítási kérdés, és nyilván egy kompozíció ebből a szempontból sokat számít.
De én azt éreztem, hogy a baloldali képen valami más is ott van, mint hogy ez egy jó kompozíció. Vajon mi lehet az? Hogy ez a kisfiú tényleg annak a férfinek a gyereke. Ők tényleg egy család. És ahogy én ezt nem tudtam, és hogy néztem a mosolyukat, nekem ez sugárzott erről a képről. A másik képről ez értelemszerűen nem igaz, és nem csak azért, mert az egy hölgy. Szóval az igaz, az mindig jobb. És tudjátok évek óta, hogy a munkavállaló az, akivel a leginkább érdemes dolgozni, de azért mutatnék valamit, ami talán kicsit megerősíti ezt. Az említett magyar kutatásból az derült ki, hogy a vállalatvezetőknek csak 3% ad a szavára a vállalattal kapcsolatos kérdésekben, ellenben a munkavállalóékra az emberek 3/4. És ez világviszonylatban is igaz. Ami érdekes, hogy nem csak azokban a kérdésekben, amely kérdések valóban érintik a munkavállalót. Mert az viszonylag logikus. Ha ránéztek az ábrára, a kék színű, ez a világító kék, égszínkék oszlop jelzi a munkavállalót és a felé irányuló bizalmat. Bal oldalt látszik ez a magasabb oszlop, ott értelemszerűen ez jogos, hiszen a velük kapcsolatos dolgokról van szó. De a díja jobb oldalán még az is látszik, mondjuk jobbról a második, hogy az iparági kérdésekkel kapcsolatban is a dolgozók véleményére adnak leginkább. Hát akkor ezen van mit tennünk. Ezt érdemes minél erősebbé tennünk. Valahol ennek van hagyománya, és jó példákat is lehet találni. Persze kicsit messzebb kell menni. Mondjuk elutazunk az Egyesült Államokba, és megnézzük a Steven Wynn nevű kaszinó és hotel mogulnak a birodalmát, és hogy ő mit talált ki, akkor látunk erre egy elég jó példát. Elnézve ezt az épületet, bizonyosan Wynn úr azelőtt se élt rosszul, hogy bevezette a történetmesélést. De ma azt állítja, hogy a történetmesélés megváltoztatta az üzletét, és megváltoztatta az ő életét is. A kaszinóiban, amikor műszakváltás van, akkor mindig van egy rövid megbeszélés a munkatársak között. Vezetők és beosztottak adnak át információt egymásnak arról, hogy mi történt, és mi fog történni a következő műszakban. Egy ponton Wynn úr bevezette, hogy nem csak erről kell beszélni. Azt ajánlotta a munkatársaknak, hogy ha van egy klassz ügyfélélményetek, azt meséljétek el. És aki elmesélte, azt értékelték, olyannyira értékelték, hogy még hétköznapi hősükként szerepmodellé is tették, és volt kedvük az embereknek ezt elmesélni. És gondoltuk mi, hogy ez nagyszerű lehetőség Magyarországon, és hát miért ne csinálnánk meg. És egy másik ügyfelünknél, ahol arra jutottunk, hogy már megvolt, hogy mi az a biztos alap, amire lehet építkezni, hogy megpróbáljuk a kollégáktól, a dolgozóktól bekérni azokat a történeteket, amelyek számukra fontosak. És működött is ez a kampány, ennek láthatjátok két felhívó plakátját, kék galléros munkásemberekről van szó, és küldtek történeteket, de van valami, ami nem látszik ezen a plakáton, annak ellenére, hogy nagy hálával még díjat is nyertünk érte, hogy nagyon nehéz volt kierőszakolni, kipréselni, hogy tényleg jöjjenek történetek. Vagy nem tudtak, vagy nem mertek, vagy nem akartak igazán sok történetet megosztani. És akkor rájöttünk, hogy hát Amerika messze van, de az én személyes tapasztalatom az, hogy egyébként még Közép-Európa is messze van. Arra gondolok, hogy különböző tréning szituációban gyakran fordul elő velem, hogy egy nagyobb workshopot vezetek, ahol nemzetközi a társaság, és vannak magyarok is. Aki nem tudná róluk, hogy ők a magyarok, az kb. Egy fél óra után tudni fogja, mert ők azok, akik utoljára szólalnak meg. Biztos van ebben valamiféle nemzeti sajátosságunk, kollektív neurózisnak is van, aki mondja, Arthur Köster így fogalmazott velünk kapcsolatban. Minden esetre ez nehéz nekünk. Úgyhogy megpróbáltunk kitalálni valami mást, és az egyik ügyfelünkkel pont itt, ebben a térben egy olyan programot bonyolítottunk, ami két lépcsős volt. Nem csak azt kértük, hogy meséljetek, hanem előtte átbeszéltük és kigyakoroltuk, hogy hogyan érdemes elmesélni, és nem csak az, hogy hogyan érdemes elmesélni, ebből láthatok egy pillanatképet itt, itt ültek 150-en, ahol most ki, hanem azt is, hogy tudják, hogy mindegyiküknek van egy jó története. Csak meg kell találni. Pár évvel ezelőtt találkoztam egy ír trénerrel, aki annyit mondott, hogy figyelj, ha történik valami, ami érdekes veled, akkor nyiss egy kis dokumentumot a telefonodba, és írd bele. Mert elfelejted. Azóta gyűlnek a történeteim, és az emberek, hogyha végig gondolják, vannak történeteik. Segíteni kell, hogy azt el tudják mondani. A történet mesélés struktúrája 150 éve ugyanolyan. Ha megmutatjuk, hogy hogy kell használni, akkor sokkal könnyebben fogják tudni használni. Sőt, még azzal is nagyon gyorsan lehet haladni, ez az egész rendezvény egy napos volt, hogy hogyan lehet azt úgy elmondani, hogy érezzék a többiek, hogy abban szenvedély is van. A lényeg az, hogy miután ez megvolt, azután 150 ember mondta el egymásnak a saját történetét. Először párokban, aztán eldöntötték
hogy melyiküké fejezik jobban azt, amit ki akartak fejezni, aztán négyes csoportokban, aztán nyolcasban, így mentek tovább, vitték tovább a történeteket, amelyek formálódtak és csiszolódtak, és a végén a 10 legjobb, vagy a legjobbak itt az egész csoport előtt elmesélhették. Túl azon, hogy egy nagyon jó és inspiráló rendezvény volt, ezt tovább lehet vinni, és ma már egy belső kommunikációs videókampányt tervezünk ezzel, hogy a közös tudás részévé tegyük, és tudják motiválni azzal egymást a munkavállalók, hogy van mire büszkéjük lenni. De egy valamit szeretném, hogyha megjegyeznétek, és nem is szaporítom tovább a szót. Hogy először érdemes nem elmondani a történetet, hanem megtalálni azt az alapot, amire ezt rá lehet építeni. És utána pedig lehetővé tenni, hogy azok az emberek, akik a legerősebben fejezik ki azt, amit szervezetünk tud, azokat támogassuk abban, hogy ezt képesek legyenek elmondani, és akarják is elmondani. És ehhez szükségünk van arra, hogy összességében is megerősítsük a bizalmat. Kezdtem egy személyes történettel, úgyhogy befejezem. Amikor ott tartottam, hogy összetörtem azt a vázát, és kezdtem összeidezgetni a darabokat a padlószőnyegen, és akkor rám nézett a programigazgató Dermett arccal, és azt mondta, Andris, nézz körül. Mert hogy természetesen a kész átverés sónak sikerült felültetni engem. És bár akkor még nem tudtam rajta rögni úgy, mint ahogy mosti, de azért amikor adásba került szilveszterkor, akkor már egy kicsit nyugodtabb voltam. Végül nem ez volt az oka annak, hogy eljöttem az RTL-től. Ha minden igaz, az endorfin szintetek egy kicsit most följebb ment, itt az ebéd ideje, jó étvágyat!